69 milliárd forintról 100 milliárd forintra növelik jövőre a komplex útfelújítási program keretösszegét, ezt a közlekedés politikáért felelős államtitkár nyilatkozta szerkesztőségünknek Nyírbátorban. A városban két új körforgalmat építenek, továbbá megújul a 471-es számú főút Nyírbátor és Nyírbogát közötti szakasza is, amely már annyira rossz minőségű volt, hogy 12 év alatt 33 halálos áldozatot követelt. Javában zajlanak a munkálatok Nyírbátor főterén, éppen aszfaltozzák a körforgalmat. Ezt az utat le is zárták, amelynek a végén új körforgalom épül. Ezek a beruházások a 471-es főút felújításának a részei. Ez a fejlesztés is állami forrásból valósul meg, amelynek keretösszegét jövőre nagymértékben növelik. A komplex útfelújítási programunk, amely 69 milliárd 300 millió forintos nagyságrendű most, alkalmas arra, hogy 1-es, 2-es, 3-as és 4-es számjegyű utakon, sőt 5-ös számjegyű utakon is beavatkozásokat tudjunk végrehajtani. Tehát ez rendkívül fontos, hogy alsóbb rendű utak is felújulnak és megújulnak ebben a programban, de még inkább az, hogy a következő évben 100 milliárd forintot fogunk erre a célra fordítani. Tehát alsóbb rendű utakat is felújítunk természetszerűen, és valamennyi útépítésünk és útkapacitás növelésünk is tartalmaz burkolat megerősítéseket többek között. A 471-es számú főútnak a Hajdú-Béla megyei szakaszán például 11,5 tonnás burkolat megerősítés is történik a 2x2 sávosításon kívül, vagy több olyan szakasza van, akár Mórahalom térségében, vagy Szabadegyháza környékén, ahol magát az erejét, a tartóképességét, a teherbíró képességét növelik az utaknak. Tehát rendkívül fontos, hogy évről évre többet tudunk fordítani erre a célra, és rendkívül fontos, hogy az ütemezése az a térségben lakók számára is kiszámítható. Magyarországon ebben a pillanatban 144 szakasz újul meg az ország egész területén, ebből kiemelt jelentőségű Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, ahol most vagyunk, hisz ez, ha úgy tetszik, az egyik legnagyobb megyei beruházásnak a része. A mindenféleképpen dobogós helyen van Szabolcs-Szatmár megye a megyére fordítandó összegek keretén belül, és ez még csak a kezdet. Szabolcs-Szatmár megyében és az ország számos területén az elkövetkezendő években is komoly útfelújítások lesznek. Az utak hosszának a felújítása elérheti a 4000 kilométert. Hogyha figyelembe vesszük azt, hogy Magyarországon a közúthálózat, amelyet a Magyar Közút ZRT üzemeltet, az 32000 kilométer, ebbe beleértve természetesen az autópályákat is, akkor közel 10%-a újul meg az elkövetkezendő években. Ez egy nagyon komoly szám, nagyon komoly támogatással, amely a kormány részéről a magyar közúthálózat fejlesztése irányába megmutatkozik. Mindenféleképpen fontos azt megjegyezni, hogy a közúton közlekedők biztonsága az elsődleges. Ez az első lépés ahhoz, hogy azokon az utakon, amelyek megújulnak, azok mindenféleképpen már a kor kihívásának a legmegfelelőbb módon legyenek kialakítva. És természetesen a magyar közútkezelő feladata az, hogy a most ugyan nem felújítandó, de a közeljövőben felújításra váró utakon is biztosítsa a közúton közlekedőknek a biztonságához szükséges feltételeket. A megyében jövőre a tervek szerint a Nyírbátort az M3-as autópályával összekötő út is megújul.